Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ezt az üzenetet közvetítem számotokra, hanem kaptok képes lapokat is. Én így hívom ezeket az üzeneteket. Ha becsukom a szememet, megjelenik előttem egy kép, ez a kép nem mozog, és tényleg úgy néz ki, mint egy képes lap. A mai napon több üzenet volt, lehet, hogy összefüggésben állnak egymással. Az első képes lapon volt egy ágy, olyan paraszti ágy fából. Itt feküdt egy hölgy, egy férfi és egy gyermek. A férfi olyan vászon ingben volt, a nő pedig tartotta a kisgyermeket a karjában. A gyermek szőke hajú volt, göndör volt a haja. Ez a család, lehet, hogy aludtak, de ez a család a nyugalmat árasztott ki. Szerintem nem a mi korszakunkból van, hanem a múltból ez a kép. A második képes lapon volt egy erdő, és az erdő közepén volt egy halom, ezüst érem. Én úgy gondolom, hogy a fák jelentik a gyökereinket, az őseinket, és erre utalt ez a kép a múltból, ahol a család volt látható. És ez a családi kapcsolat, ez az ölelés, ez a szeretet, ez a nyugalom, ez amire nekünk is szükségünk van. És ez értékes, ezt jelenti az ezüst érem, hiszen az ezüst az is nagyon értékes. Azon kívül az ezüst az jelenti a holdnak az energiáját. És az utal az édesanyára, az anyai érzelmekre, vagy általánosságban kihat az érzelmeinkre. A következő képen volt egy felhő, és itt a felhőn látható volt egy angyal, de mint egy gyermek. A következő képen ugyanaz a felhő volt látható, de most nem az angyal jelent meg, hanem halak. Tele volt halakkal. És a harmadik képen ugyanaz a felhő, és látható volt a felhőn egy szemüveg. Én úgy értelmezem a képeket, mennyire fontos a család, a családi kapcsolat, az ősök, azon kívül az értékek, az érzelmek, és a bizalom, hogy az égi hatalom, az angyalok ott vannak, és a halak jelentik a jólétet, és a szemüveg számomra azt jelentette, hogy nézzünk ebbe az irányba, figyeljünk oda ezekre a dolgokra. Hogy látod, hogy értelmezed a képeket, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre, hogy mi jön a Bibliából. Nem tudom befolyásolni, mert a nyaklánc úgy, mint egy inga, kimozdul bizonyos szavaknál, ezeket össze tudom olvasni, és egy időben vannak gondolatok, ami nem tőlem származik, hanem én kapom ezeket a gondolatokat, és ezt így összefűzöm ezeket a szavakat, és ezeket a gondolatokat, és így jön az üzenet a Bibliából.
valaki ott fog állni előtted, és beszélni akar veled. Figyelj oda arra, hogy mit közöl neked. Amire még oda kellene figyelni, hogy éld a napot, uralkodj a nap felett, mert ez a nap lesz a múlt, és így alakítod ki az élet utadat. Te el fogsz búcsúzni valamitől vagy valakitől, de ne nézz hátra. Melletted vannak jó emberek, rossz emberek, elkísérnek az élet utadon. Te döntesz, hogy melyik irányba tekintesz. Ápold a napot, mert egy napon belül el tudsz intézni dolgokat. Ha uralkodtál a napot felett, akkor tovább mennek majd a dolgok. Jön a következő nap. Ha szeretnél valamit vásárolni vagy megrendelni, az ár az most nagyon jó. Cselekedhetsz. A király ül a trónján. Ez a király uralkodik. Neki vannak ellenségei is, de vannak barátai is. Amiben segíteni tud, hogy ez a király nem akar háborút. A helyzete nem könnyű, mert sokan támadják.
ő nem akar a nyugat előtt megalázkodni. És ez neked is szól, ne alázkodj meg senki előtt. És ez volt az üzenet a Bibliából, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.